Szélesebb mosé az arcomon, mi? Még szélesebb lenne a pofámból és a fényből a tükörbe, mi? Hajhó, hello, sziasztok! Mi újság van? Szokásos esti. Szióka, Bej. Bali. Bej, hete. Jó az én Facebook képed. Jó, köszi szépen. Hát ott speciálban Viktor Szomber. Vágod? Jaj, bakker. Kívántja a jutkát, hagyjál már a ökörségeddel te is. Jó, ma bubara, most az van, jó. Yes. Oh, yeah. Ja, köszi szépen. De hogy szokott? Jó, ma csókolom. Csók. Just CH TV, bazd meg! Azt a kurva jelbe, mi az a CH channel? Just csatorna TV. Hát nem tudom, valahogy az szarul jön ki. Hát, tegyük ide le magunkat. Én szerettem a 90-es éveket, aha. Jó volt, hát abban öttem föl, persze szerettem. Na. Meddig kell most itt ülni, meg megfagyni? Mit fagysz meg? Hát ember, most izél, olvad minden. Most mondják, hogy kurva fasza idő lesz. Lesz! Faszról beszélsz! Mától! Ja, mától, köszi! Mit köszi? A szél is elállt. Megint miről beszélsz? Hát, az meg. 90-nek a legjobb, így van. Énekelőt. Rátad ide. Kösz. Barnabás vég? Vagy vég Barnabás? Rosszul gondolod. Jutka, Jumma bubarak, írják. Kapd be a faszom! Ne kiabáljál már, faszomat üvöltöző már. Kapjátok be a faszom, ahányan vagytok ezzel a rohadt csírával együtt. Elment a maradék eszem. El, képzeld el, hogy elment. A fasznak kell már így viselkedni. Anyádé, bazd meg. Ha nem normális, bazd ja. Meg. Olyan sem volt normális, hogy egy ilyen pöcs fosott a világra. Az vagy te, az vagy te. Na, írják, hogy gyere tedd a számba. Tegye bele anyád! Vedd elő, Juci, a káreszt. Na, menjünk! Jó van, nyugodjál már! Indulj el! Ne kiabáljál már itt! Mondom, indulj el! Fasz kell kiabálni! Na, indulj el! Te félsz valamit, hogy állandóan kiabálsz? Mondom, indulj el! Jó! Ne parancsolgassál! Állj már, ne rugdossál már! Állj már le! Indulj el! Hát nézd oda, bazd meg! Akkor induljál meg! Mondom, te! Rohadt faszkalap! Kibeszélsz mindenkinek minden! Nem beszélsz! Visszaírták, hogy miket dugattál tegnap a fürdőbe! Várjál! Milyen fürdőbe, hülye gyerek? Milyen fürdőbe? Várjál, geci! Ezért meg fogod csapni! Normális vagy! Milyen fürdőbe? Milyen fürdőbe? Milyen fürdőbe? Szülye be ezen!
Jó a buborok. De jó. Csitkisd be, bazd meg. Csitkisd be. Derek Schofield. Aj, hagyjál már te is. Rólam ugatják az okszor! Annyi nincs benned, te patkány! Hogy azt mondd, hogy nem igaz! Mi az a patkány? Én mondtam, hogy nem igaz. Miről patkány? Beszél? Patkány! Egy patkány vagy! Hát olvasd vissza, hogy mit írnak rólam! Soha nem tudsz vele szólni, hogy nem igaz! Vágd már szájul egy szer. Te normális vagy? Normális! Hát olvasd már el, mit írnak rólam! Röhögsz rajtunk! Szia Marianna V, köszönöm szépen. Arany! 5 hónapos kezdő. Miért nem tudod megírni, hogy mi a faszol jön a popám? De megírtam te, már! Te kurva! Még annak is szar vagy! Anyád! Megírtam már, hülye vagy? Megírtad? Meg. Akkor miért nem írod folyamatosan? Meg a live-ba is már el lett mondva sokszor. Hát úgy látszik, hogy a közök barátaid nem fogják de, föl. De tudják, csak direkt cukkolnak vele. Kívánok mindenkinek ilyet! De ilyenre nem, meg! Ilyenre nem kell reagálni! Ne köbáld már az egész parkot át! Kívánok neked! Ne köbáld már a parkba! Te rossz kurva! Ne köbáld már a parkba, mérjük a csendőrök! Akkor örülök itt, amikor akarok! Nem! Közterület! Azt. Jóka. Merci. Annak a hatása van. Annak a hatása. Na tessék, itt kérdezik, hogy Juci bácsi mitől én ideges? Faszomat. Miért nem jössz ide? Gyere, így el egy sört, aztán kész. Hagyjál engem, Merci! Mi nem nyugszol már lefelé? Hagyjál, Tibi, hagyjál! Hagyjál, Tibi, Orka, hagyjál! Rossz kurva, se vagy! Elkedves barátaid meg, pláne hagyjanak itt, jó? Kapjátok egymást! Tiborka. Megszólalt a Tikorkán. Hogy? Röhögj! Hát normális vagy te! Hát te tényleg hülye vagy, basszeg. Hülye kurva anyád meg a kedves barátaid. Hagyjál meg a béke faszomba! Hát én nem normális, basszeg. De túlitta magát a vodkával. Ez már a második adat. Eddig nem túl jó ma ez a péntek, jó? De ne hívogassál már, de miért hívogatsz live-ba? Sose fogom megérteni, bazd. Hát miért hívogatna? A reggel is, bazd, 2 óra hosszát ugattál. Ne üvöltsé már! De 2 perc múlva le kell tenni! Ne üvöltsé már! Rakd már rá a telefont, mert idegesít! Mondom, ne üvöltsé már! Ja, miért nem üvölhetik? Mert akkor megint kapsz egy 5000 forintos csekket, aztán mehetsz a jobb idős picsába. Most leszarom! Inkább ja. Itt üvöltsek, mint ott. Igen, szarjál rendőrökre, megint mondjad. Na szarok is! Ja. Buzi. Remélem, itt minimum a járőrkocsi megint itt lesz, bazd. Tíma, Takács, köszi szépen, meg vagyok. Ez most premier ez vagy? Most premier vagy live vagy live? Nem is értem, amit írsz, bazen. Mitől lenne premier? Hádott jutkált, ja. Így van. Lehet, tudja a faszom, hogy neked küldik. Van-e bugyi? Jutkán, van-e bugyi? Van. Anasztázia. Tudom, Zsozé atya szeret. Tudom, egyébként én szeretem őt. Elnézést kérek tőle, hogy úgy rárontottam Facebookon még annó. Csak
Akkor azt nem értem, miért nem ír be az eredeti akkuntjával. Ja, csak nézd, mert nem akarja, hogy a trollok izéljenek. Ez is igaz. Tokács Tíma, hát ez szokás szerint, persze. Hát, nyilván. No, elraktad a sört, vagy nálam van az egész? Vettem egy sört azért. Kajabála volt. Ah, jaj, itt van a zsebembe. Jaj, várjál már. Miért ne lehetnék egy kicsit kint, bazd meg? Menjél be, hogyha bent akarsz lenni, majd megyek én is. Nem vagyunk összekötve. Faszom kíváncsi már bazdok a benti légkőre, hogy egyfolytában bazdok az egyik beláll a másikba, meg össze-vissza bazd meg, baszogatják egymást ott. Hú, bazdok, szörnyű, ami bent van, bazd meg. Kész. A faszom kíváncsi már rá, meg a Izaura TV, meg a faszom tudja, bazd meg. Ez azt akarja a másik kamaszt, ez rászól, hogy csukd be a vécajtót, de azt mondja utána a másiknak, hogy nyisd ki a vécajtót, miért csukod be? Hát bazdok, döntsd már rá, te hülye gyerek. Hú, ez a kegyetlen, ami ott megy. Izaura TV-ben. János Mány. Milyen menne le itt? Kis köszönöm. Ez a sok kérdőjel már. Ne csináljátok már. Találtam egy új zenét, és most ezt nyomatom orva szájba. Én most nem fázok. Júci Ura TV, itt írják, hallod? Bali, Tikorkán. Általában azt mondta, hogy a Tikorkán név azt tetszik neki, és szólítsam úgy, hát Tikorkán. Jaj, nem is öltelek meg. Stoppel János, ebbe nem nyilatkozom. Nincs marag, miért lenne? Kérdezőket. Nincs harag. Én azt hiszem, valakinek megírtam, hogyha annyira odáig van, vigye, az kész. Hát, aztán ennyi. Nem véletlenül... Na mindegy, nem véletlenül állítottam is le az egész projektet. Szeretem meg aranyos tényleg, meg minden, de... Sajnos nem lenne ott. Ez az egész így jó buli. Rájöttem. Tikorkán? Rosszul hallottad. Nem Tikorka. Tikorkán. Azt szereti. Mondjátok neki, hogy Tikorkán. Most elvégül az új neve, azt tettük neki, azt felvette. Jó, akkor meg a szitu? Az Viktor szól. Szitu Antón. Jaj, Zsókám. Jaj. Mit hagytam? Jaj. Just CH TV. Jó van, hagyjál engem békén, légy szíves. A legközelebbi beírásnál, hogyha olyan, akkor fog repülni az 5 másodperc, 5 perc. Ja, külön köszönet a Semálnak. Innen szeretném üdvözölni, és köszönöm neki, rendes volt tegnap, hogy írta, hogy kaptam 2000 forintot, és meg se köszönöm, mert ugye hát többen is írták, de az ő írását szúrtam ki, és akkor tekertem vissza a csatfalat, és láttam, hogy a Magdalena utalt 2000 forintot tegnap a szuper csetbe, úgyhogy még egyszer nagy köszönet neki, úgyhogy
tényleg aranyos voltál, köszönöm, hogy te is kiírtad, mert konkrétan azért mondom, hogy a tiédet vettem észre, írták többen is, csak te kiemelted ugye piros felkiáltójellel, ha jól emlékszem, és azt észrevettem, úgyhogy köszönöm szépen külön egyébként. Spártai Semána, itt vagy? Szia! Nincs mit, modi a minimum. Én adok neked, bazd meg, de akkor jó viselkedjél. Ha tagot kitiltasz, akkor viszont gyilop lesz. Hát tényleg aranyos voltál, köszi tényleg. Tényleg, mert írsz rólam itt mindent a chatfalon, de fölíted a figyelmemet külön erre, úgyhogy tényleg rendes voltál, úgyhogy azért nem hagytad, hogy elhaladjon a dolog köszönés nélkül. Köszi. Katalina, azért raktam fel a képet. Milyen képet? Ja? Nagy Péter. Üdvözöl a Csicseri Gábor. Szki. Na jó, én is üdvözlöm őt. Ja? Ha! Kovász Borbála. Hát, ja. Hát az a baj, hogy az esti dolog az nincs sajnos megoldva. Ha bár igaz, meg lehetne oldani, mert kint lehetne lenni. Este 9-ig, vagy akár 10-ig. Mert be lehet még utána menni. Tehát ugye kisasszony nem hajlandó semmire. És innentől kezdve veszett fejszennye le, tudod. Borbála lovász, köszönöm szépen. 699 forcsi. 5 forintot levett a YouTube. Nem tudom egyébként de a Sodinak minek modi? Nem kell modi. Ő be tud írni, mert van tagsága. Egyébként majd én is veszek nála tagságot, hogy azért tudjak beírni én is, ha úgy van. De nem kell neki modi, mert minek? Itt meg moderátoroskodni nem kell. Akik vannak moderátorok, azok tudják a dolgaikat. Tudják, hogy mit lehet és mit nem. Aztán ennyi. Hát, a tagot ők nem tiltanak. Úgyhogy ennyi. Spártaiba én most megbíztam. Adtam neki egy modit, mert tenap tényleg rendes volt, aranyos volt, hogy ő is írta, hogy köszönjem meg a 2000 forintot, mert nem láttam meg, valószínűleg pont akkor dumáltam a hölgyel, aki velünk volt. Csak ugye én a jutkára mérges voltam, hogy mindenkivel szóba áll. Amikor meg éppen én szóba állok olyas valakivel, aki tényleg ismer a YouTube világából, akkor persze azt el kell üldözni, meg akkor persze akkor cirkuszolni kell. Na most én ugye, amikor ő szóba áll valakivel, akkor azt ne üldözzem el, meg ne kezdjek el őrjöngeni, meg kiabálni, meg stb. Ugye. Csak ahogy ő szokta, ugye. És ezért én marapipa voltam, meg hát olyan nincs, érted, hogy a csaj budapesti, akkor csak tudja már, hogy hol van a Podmanicki utca, vagy hát nem tudom, én elmagyaráztam, hogy 4-es-6-ossal ugye elmegy a nyugati pályaudvarra, ott leszáll, és akkor ott bárkit megkérdez, megmondják be ezek, hogy itt van bazd meg a Podmanicki utca, mert a trollibusz bazd meg azon az utcán jár. Ennyi. És a posta oldalán megy, és a posta oldalán is kell befordulni a Podmanickin, és abba az irányba kell menni, az állatkert felé. Ilyen egyszerű van. Hát, na, hát, ha valaki ennyit nem tud, aki itt él Budapesten, akkor ezt nem tudok hozzá mit csinálni. Fél oktával feljebb ment a hangon, Nervan DD. Ja, szokta ezt csinálni. Szokta. De most úgy vettem észre, hogy megint be van edződve. De van megint edződve, úgy jöttem észre. Ja, mert ugye hormonoztam kint Linzbe, és
és annak a hatásai azért még megvannak. Ezt ennyi. Szióka. Bakonyi Tamás, jaj, de vicces vagy. Hát az meg, most az ember próbál érted mindig jót. Hát most ez van. Nem mindig sikerül, az se jól. Ha jót akarsz, az se mindig sikerül úgy, hogy jó lesz. Ha. Ezt mindenki tudja, nem? Ilyen egyszerűbb ez. De hát azért mondtam én este, hogy nyilván nem a kaja volt neki a fontos, hanem a cigaretta meg a pia. Jó, hát én ezt megértem, ezzel nincs is semmi probléma, de azt ne mondjuk már bazd meg, hogy hogy nem tudjuk, hogy hova kell menni, meg hogy hogyan, miképp lehetne bejutni. Szóval ezt inkább nem. Nyilván ugye, hogyha már több mint egy hete az utcán van, és ilyen hidegek vannak, akkor nyilván, hogyha én valahova be akarok menni, melegedni éjszakára, akkor megyek és intézem bazzeg annak a vele járóit, hogy be tudjak jutni. Tehát akkor a bürokráciát elintézem, ez ilyen egyszerű, tehát nincs mit ezen kertelni. Nincs mit ezen kertelni. Jó az, hogy minket nem engednek be már sehova, az egy dolog. Egyébként meg az is érdekes, mert nem vagyunk kitiltva sehonnan se, de mi is engednek be. Az is kurva jó egyébként. Mivel utána lett nézve, országos átlagban, tehát úgy számítsad, vagy úgy hallgasd, amit mondok, hogy Magyarország egész területére vonatkozólag, utána lett telefonálva, és egész Magyarországon mindössze 15 hajléktalan van kitiltva örökre. Különböző hajléktalan szállókról, annak is a javarész a férfi, sőt, azt hiszem egyetlen egy nő van köztük, és az is csak azért, mert hogy a szocmunkásnak neki ment. Ha a szocmunkásnak neki mész, akkor ugye onnantól kezdve végleges kitiltás jár. Ha nem mész neki a szocmunkásnak, akkor nem tilthatnak ki véglegesen, hanem csak egy hétre, egy napra, egy hónapra, attól függ, mit követsz el. A szocmunkás bántalmazása az végleges. Ilyenből van 15 ember egész Magyarországra vetítve, ugye nyilván Budapesten van a több mint a fele, és szóval mi nem vagyunk közte, és nem értem, hogy miért nem engednek be a szállóra, tehát elviekben nincs joguk ahhoz, hogy kitiltsanak, úgy, hogy ez nincsen benne a rendszerben. Tehát a központot hívtuk föl, és a rendszerben nem szerepel, akkor szóval most akkor vagy be kéne vinni a rendszerbe, de ugye azt nem tudják, mert nincs olyasféle fajta indok, ami által véglegesen ki lehetne tiltani minket, mert a szocmunkást nem mentünk neki. Se én, se hajóta, senki. És ugye azt azért nem tudják megtenni, hogy most mondjuk falsból beírják, kapból, mert ugye arról nyilván akkor már rendőri intézkedés van. Ugye a szocmunkásnak neki mész, arról nyilván ugye készül már egy jegyzői, rendőri jegyzőkönyv, és ezáltal ugye akkor már büntető eljárás, mert közfeladatot ellátó személy, stb. Bla bla bla. Tehát ezért ugye ezt nem lehet semmiképpen se bevinni a központi rendszerbe, úgyhogy, mert annak nyomának kéne lennie, úgyhogy ezt falsból nem tudják megcsinálni. De annak ellenére ki vagyunk tiltva elviekben. Innen, onnan, amonnan. Véglegesen. Mint ahogy a Jutka is mondta, hogy a Podiról kitiltották végleg. Hát mert timeztek, és a Tim megszavazta, és így döntött a Tim, hogy kitiltjuk. Aztán. Szóval nem oké, és ez a dolog sem. Ugye, és másrészt meg azért nem oké, és ez a fajta ilyen kitiltogatások, ami nincs benne a központban, a rendszerben, mert hogy az államtól, az állambácsitól viszont meg ugye a pénzt azt megkapják. Szóval itt ez a Bibi. Szia, Merci, milyen volt a 25-ei fuvar? Dani.
Majd Dominik, 699 forint, köszönöm szépen. Milyen 25-i fuvar? Ja, kösz! Ja, tudom már, ja, az a karácsonyi fuvar. Jó, jó volt. Jó meleg volt az autóba, király volt. Jó volt. Olvas, merci. Várjál, mit? Szia, Józsefom! Megjöttél? Itt a Bassa Massad is. Szia! 4444. Várjál, 444-et olvassak Facebookon? Mi? Mit írt a 444-nál megint? Mi a lófaszt kavar? Ja, tudom, milyen szép kommentet írtál, 8. Rehab halál. Tudom, szívem, olvastam. Nem töröltem le, csak privátba raktam, de akkor visszakiteszem. Visszakirakom. Csak azért raktam privátba, hogy ne írja támadási felület a posztot, de úgy látom, hogy nem fogja, úgyhogy akkor visszakiteszem. Ha megyünk fél, mindjárt. Jaj, mindjárt. Hadd szívom már a cigarettát. Milyen mindjárt? Még van, bazzeg, jó negyed óra. 17-20 van. Jó! Ideig csöndbe voltál! Üdvözöl a Bassa Massad! Hallod? Teker feljebb. Ó, na most... Nem. De mi, van olyan? Várja, van olyan akkunt, hogy 444? De várja, feljebb teketem, nem látom. Szervusz, Viktor, szóval mindig látom. Azt kiemelkedő, mert magyar zászlaja van. Ezt Helsinki bizottságig kell vinni. Ja, így van. Na hát figyelj, basszák meg magukat, ez kész. Nem érdekel egyébként. Beszarom. Figyelj, hogyha úgy döntenek, hogy nem kell a hajléktalan után a napi 1000 forintos állami támogatás, akkor így jártam. Kész. Nem tudok ezzel mit csinálni. Mert hogy 1000 forintos támogatást kapnak naponta egy darab hajléktalan ember után. Ilyen egyszerű. Hát, ha nem kell ez nekik, akkor így jártak. Ez kész. Hát az nem sok, ja. De ennyit áll az állam. 1000 forintot naponta. Olvasd már el a hozzászólásokat. De mi? Írjátok már le. Bazd meg. Hát az nem sok, ja. Szia, Kesztei apró hirdetések. Csumi. Ha ott van, lapadom. Ott ül, mint egy rossz csöves. Jó. Bürokráciát el kell intézni, ja. Szia Magdaléna! Sziók a drágám! Puszillak! Tőle kattantanak a 2000 forcsit. Hát, figyelj, én elmondtam, hogy mit csináljon, hogyan, miképp. Hát, hogyha megfogadja, megfogadja, ha nem, nem. Figyelj, hát a kórház az nem játszik, figyelj, a kórház az nem hajléktalan szálló, tehát úgy indul, érted? Meg alapjáraton a kórház be van dugulva a rengeteg sok krónikus idős beteggel, tehát nem hajléktalan szálló. Onnan a kórházból, én tudom, dolgoztam kórházba, a hajléktalanokat nagyon hamar kicsaptossák az osztályokról. Amint lehet, már poterolják őket kifelé. Ez nem, hát az időseket kirakják a kórházból, az meg szólnak a hozzátartozónak, hogy minél hamarabb
intézze a helyet, vigye el, bazd meg, kész. Krónikus beteg, gyógyíthatatlan, kezelni lehet, fogja meg és vigye el egy ápolási osztályra, vagy vigye át a geriátriára, bazd meg. Mert a kórházban ugye aktív osztályok vannak, belgyógyászat, gasztroenterológia, mi a faszom, sebészet, intenzív osztály, akkor nefrológia, az is belgyógyászat, tehát ott végig aktív osztályok vannak, ahol nem. Tehát nem fogják sokáig ott tartani őket, úgyhogy sebészeten is van érsebészet, szív- és érsebészet, mellkas sebészet, tehát szubintenzív, van, itó van, központi intenzív osztály, ugye ott sem sokáig, tehát az itón sem sokáig tartogatják az embereket. Ha látják, hogy nem javul, és a lélegeztetőgépről nem tudják leszedni, akkor fogják, leszedik a lélegeztetőgépről, bazd meg, azt lebasszák hozzánk, és kész. Aztán csinálni, amit akar, bazd meg, a szubintenzíven ott meg meghalhat. Ennyi. Ugye hát a zitónak a szubintenzív a takarítója. Akit a központi intenzív osztályról leküldenek a szubintenzívre, az már azt jelenti, hogy ott nagy valószínűséggel kanyamúgy. Mi mindig azokat kaptuk meg szubintenzívre az itóról, akik már általában mentetetlenek voltak. Aztán ott még volt egy utolsó esélye, vagy helyre jött, vagy ment a tepsibe. Az a gyűjtőhely. Tehát nem fogják itt a hajléktalanokat pátyolgatni jobbra-balra, tehát onnan hamar kiszórnak, aztán kész. Van egy kis sérülésed, összeszednek a mentők az utcán, esetlegesen behúgyozva, beszarva. Mondjuk az olyat már be se vihetik a kórházban, mert már élből alapjától öltösítsák, érted. És a mentős, ez tapasztalat, a mentős bazd meg már körbe telefonálja a kórházakat, hogy hol fogadnának, bazd meg, mert egyszerűen mondjuk van egy fejsérülése, mert bazeg elesik, bebassza a buksiját, de közben be van húgyozva szarva, meg hull a részek, és fekszik a földön, bazeg, a mentők próbálják összekaparni, összevakarják, bazeg, és akkor vinnék az ügyeletes kórházba, mondjuk este vagy éjszaka, az élből bazeg elutasítja, akkor telefonálnak körbe, hogy melyik kórház lenne az, amelyik fogadná, bazeg. Érted? És akkor mindig van szerencsére egy kórház, amelyik azt mondja, hogy jó, hozzák be, ellátjuk be, de vigyék is innen el. Ez így működik be. Hozzák be, ellátjuk, de azon nyomba vigyék is el a picsába. Kész. Ez ilyen egyszerű. Vigyék be a legközelebbi hajléktalan szállóra vel. Ugye hát a mentő az meg nem fogja, mert a mentő az nem erre van. Hívnak egy betegszállítót, ami mondjuk reggelre megérkezik, az meg elviszi, keresnek közben egy hajléktalan szállót, az orvos jó fej körbe telefonál, hova tudnák beadni, ezt ennyi. És ha valahol be tudják adni, akkor a betegszállító fogja, elviszi, beadja a hajléktalan szállóra, és kész, ott rakják be a lábadozóra, azt ennyi. Majd helyre jön, ha nem, akkor meg kerül be a patológiára, a boncasztalra, bazd. Vagy a tepsibe egyenesen, mert főzsaboncolják. Ilyen egyszerű vagy. Hát én tudom, hát nekem nem kell mondani, hogy megy ez. Nem, de hát ne vicceljünk. A mentő az nem hajléktalan fuvar, az nem izében. Ha van olyan sérülésed, ami súlyos, akkor kijön, bevisz, bent ellátnak, ha úgy van, akkor befektetnek osztályra pár napra, amíg éppen, hogy jobban leszel, aztán már szórnak is kifelé a gecibe, nem mizében lesz, ne vicceljünk már.
hoztak be hozzánk rabokat is, bazd meg. A Venyigéből, meg a Kozmából, Kozma utcából hoztak hozzánk be Bajcsiba. Ott állt mellette a börtönőr, oda volt bilincselve a radiátorcsőhöz, a rab, a kórházi ágyon, bent a szobába, a kórterembe, az utcokát. Megkapta a szükséges ellátást, ha műteni kellett, megműtötték, amint jobban volt, már vitték is vissza a börtönbe. És börtönön belül ott is van ilyen lábadozó, általában szokott lenni. Ott lábadozott tovább, azt ennyi. Már vitték is a picsába. Ennyi. Nincsen bazd meg izé. Hotelban. Adam Schobloker. Hát megviseltek, ja, hát volt, amikor én írtam meg a cédulát, aztán rákötözgettem a nagylába ujjára. Fölírtam a nevét, születési dátum, minden lószar. Hát megviselt, ja, mert a kórházban ott ugye közösen csináltuk, de idős otthonban ott más volt a tészta, mert ott ugye egyedül voltam éjszakásban, és aki este esetlegesen elhunyt gyógyszerosztás közben, vagy vacsoránál, hát igen, ott a hozzátartozónak elég nehéz volt fölhívni és megmondani, hogy ne arra húgyjon, de eltávozott a papa vagy a mama. Igen. Az mondjuk az nagyon gáz volt elmagyarázni, hogy hát mi történt. Hát az idős otthonban egyébként meg nem nagyon volt neked időt hozzájuk szokni, mert amilyen idős otthonban dolgoztam, az is már inkább ilyen elfekvő szinten volt, úgyhogy akit odahoztak, bazd meg, újakat, rá, mit tudom én, egy héten belül már elmenj, bazd meg. Már raktad rá a cédulát, kötözgetted rá, ennyi volt. Kihívtam az ügyeletes orvost, ugye az ott a protokoll, hogy az ügyeletes orvos ki kell hívni, állapítsa meg a halál beálltát, hány órakor, mi volt, miképp, megírta a szállítólevelet a temetkezésieknek, és ennyi. Fölítom a temetkezésieket, jöhetnek érte, aztán kész. De mondom, azóta legszarabb, hogy a hozzátartozót ugye azt értesíteni kellett rögtön, hogy mi van, és azt nem volt egyszerű megmagyarázni, hogy hát sajnálom, ne aggódjon, de rossz hír kell közölnöm, mert sajnos eltávozott a papa vagy a mama. Kicsöps, trici, énekeljük úgy a kurva anyádat. Bassza már valamelyik moderátor kívül ezt a köcsöps, tricit egy 5 percre. Csak érezze a törődést. Hadd látom. Visszatekertem. Na. Köcsöks, tricit, valaki moderátor biztos, hogy van. Rakjátok már ki egy 5 percre. Friss levegőt szívni, vagy egy 100 cigit szívjon már el velem. Valamelyik modi, haló, ébresztő? Köszönöm szépen. Kösz Józsefem. Kicsit hadd szívom friss levegőt. Hát aki szellőzik a feje, és nem ír ilyeneket. Hát igen. Sziasztok, Szióka, szia Helena Rövid, szia. Zser volt meg ez? Azt én is. Az finom. Á, Rodrigo, szia Rodrigo! Puszillak, drágám, mi újság, meg vagy te is? Na, az a lényeg, üdvözöllek itt az új évben, nálam. Hát, normálisan tud. Egy ideig, amíg be nem rág. Berág, akkor vége van. Komoly dolgok ezek, ja. És most mindjárt is élnem kell. Passza meg. Kér sört? Vagy mit akarsz? Mit szeretni? Kér sört? Ne is válaszoljál, igazad van. Ja, jobban nézek ki. Ja, köszönöm. Megmostom a hajamat. Kicsit rendbe szedtem magam.
most már nő a hajam. Hát már ezek kurva lassan nő a hajam. De most tudod, mitől kezdett el meggyorsulni nőni? Hogy hormonoztam, bazd meg. Attól elkezdett megint nőni gyorsabban. Nézd meg, milyen hosszú. Ne. Most egy kicsit tolnám még a izét, a dibigélt, akkor szép hosszúra faszán megnőne vissza. Így is megfog, csak lassan. De hát a faszom akar, bazd meg állandóan fosni járni. Kurva dibigéltől. Az is dokját már, kurva dibigél. DK! Dobre Klára, mintha nem lett volna egyértelmű, amikor az X-et kellett húzni. Dobre Klára, bazd meg. Passza meg! Hol dugtad a borom? Nem kell dugdosni a bort. Hol van? Ezt most nekurta de Klári. Ádám, úrér, én nem vagyok orvos. Hát ja, Jutka megritkítja bármát. Tanos, már lekésted, már volt. Fatának micsoda csodás meglátásai vannak. Közben meg bánom. Hát, hát én a rövid jött. Jó meglátásod van. Hát jó megrakta az élet. Műkörmöt már... Ja, meg akarom csináltatni egyébként, ja. De most erről már lejött 3 darab, látod? Már csak ezen a 2-n van, erről leestek. Lepotyogtak erről a 3 ujjamról. Itt még van 2. Ezen nem, ezen még mindig megvan az összes. Ez az érdekes. Pedig ez a jobb kezem. Hát jó, mondjuk, képzeld ebbe azért ma sektörlés közben elmentem vécére kulázni, úgy rendesen, mint a Vimes doboz, és képzeld el, hogy azért, ahogy töröltem a seggem lukát, geci, akkor esett le erről a műköröm. Pont, és így pokk, leesett a vécé elé a földre. Geci. Ja. Azért nem szakott át a papír, félrejét is ne essék, de akkor esett le ez, geci. És akkor így maradt ez a kettő. Ja, pont sektörlés közben. Ez csak kérdeztem, hogy valami recsen, bazd. Puff. Hát nagyon fasz. És azt hittem, hogy seglukam recsen, szét rám. Na, vér nem volt. Úgyhogy... Pak. Ja, akkor esett le. Úgyhogy, ja. Bassza meg. Pedig ezzel csak segget szoktam törölni, és mégis erről látott, leesett 3 darab, bazd. Ezzel megcsinálok mindent, és nézd meg, milyen faszám. Megvan az összes, bazd. Látod? Ennyi. Látszik a seggtörlésben azért valahogy nem. Lehet, hogy azért a pézsével töröltem ki, lehet, hogy a pézsével azért kurvára oda baszott neki. Erősebb volt a pézsé, mint a műköröm. Ne izomból töröljem, jaj, Józsefem. De jó vagy, Patel. Ja, hát most ez van, bazzik. Hát most, hogyha seggtörlés közben esik le, akkor ez van. Seggtörlés közben esett le, az kész van. Hát most. Hát Muki, nem volt a savas, mert formált székletem volt, úgyhogy ezt kikérem magamnak. Az formált széklet volt, nem volt az a probléma. Csobbant is a vízbe, a lyukba, nem azzal volt a probléma. Vissza is csapott. Nem, ez formált széklet volt. Úgyhogy savas nem lehetett. Csak hát, ahogy töröltem, így recsent. Igazán jó volt téma, ugye? Ennyi. Ha most mondtam kalauz, a formált széklet volt.
Ilyen redő is volt, tudod, a vastagbélnek a redői rajta voltak. Az jó. Csak a... Mehetünk mindjárt. Csak az nem volt jó, hogy hirtelen tudod így elsüllyedt az egész izéba, lyukba a vízbe, mert az azt jelzi, hogy rosthiány van, probléma van. Amit ettem, az nem fedezte a napi szükségleteket. Hát mindegy, le van szarva. Le van szarva, szó szerint. Na! Jó, pisilnem is kéne. Neki a baj. Neki a baj, mert mások is tartózkodnak a parkba. Hú, bazza, pisiljünk már egyen, ugye behúgyazunk az. Induljunk már! De én meg mindjárt bevizsálok! Akkor menj oda húgyozni! Nekem van, most húgyozni! Hány óra van szerinted? Majd én fogok megfagyni, te köcsögrám! Menj be, te faszopó! Mert buzeráskodsz a többiekkel! Nem kell rám várni, bemehetsz, én is bemegyek után. Mi az, hogy ne indulj el! Ne parancsolgass el nekem! Akkor is húgyoznom, én nem bírom ki, bazza, amíg beírunk. Neki a bajom, mert utálnak mindenhol. Na, akkor menjél húgyozni! Neki a bajom, azt húgyoznom, mikor te faszok. Hát bakker, hát hány ember tudja, hogy húgyoznod kell? Neki nem ez a öt, aki itt van. Neki a bajom már. Elmondod, mert százra húgyoznom kell. Nem normális. Ennyi adat van, meg amennyi látszik. Nem normális, bazd. Bár. Ez a keserű volt. Ó, már folyik. Ilyenkor már jó. A WC mellett ugyozok be az meg. Hát 250 forint a WC. Kész rablás. Hát nehogy már 250 forintra fizessek a retkes, rákos, szaros WC-jükre be az meg. Bécsbe elmész, azok ugyanezen a WC-n elmész be az meg ingyen. Nem van akkor faszomba valami. Jó, meleg a gőze. Ja. Vissza meg is gyújtok be ezek a cigarettát. Spriccelős, ja. 250 forint egy sör, ja, hát azt inkább már leiszom benne. Nyilván. Azt inkább a WC-t megoldom máshogy benne. Legfeljebb bazzag ülök a padon, sunyiba lehúzom a gatyát, a bugyit bazzag a padon, és elkezdek csurgatni bazzag, az kész. Úgyis lefolyik ott a rések közt, nem? Ma gondoltam erre. Egyszerűbb lenne, mert úgyis nem kell fölállni, aztán kész. Na, menjünk. Ja. De komoly időrendszer nem vagy. Na, innét kikapcsolnád. Ó, Árnó! Mondom, kikapcsolnád! Szeretsz szopni? Szeretsz szopni? Menj szopni, te! Urvának se vagy jó! Azt a picsát! Hülye gyerek! Hülye, ne tudálj már! Hülye vagy, karácsony! Ne tudáljátok már, úgy utálom az autósokat.
eljöttem ki felfesteni a bicikli sávot Budapestől Szlovéniáig. Az a lényeg, az a kérdés. Hülye vagy karácsony! Jaj, ne tudáljátok már! Úgy utálom az autósokat, inkább menjetek biciklivel! Jumma Mubarak. Itt viszik a gitárt. Gitározzak valamit nektek. Elhúzom a nótáját. Hey! Vitték a fehér gitárt, kecc. Szóló gitár volt, ha jól láttam. Nyom, csapja húrok közé. Csapja húrok közé, YouTube! Én kapti korkát. Egy kértem valamit! Mit? Ne ordibálj velem, nem tudom, mit csak veled, bazd meg, esküszöm. Mondom meg, egy kértem valamit! Ne kell bajma velem! Nem, nem kell, mindenki meg tudod, hogy jól lakni. Mi van velem csinálnak, te? Félek! Mondom, ne kiabáljál már. Minden címünket meg kellett mindenkinek mutatni! Nem mutatta meg semmilyen címet! Kurva anyádat! Hát nézz oda! Neki a baj már az úton! Mások is laknak itt! Ezt nem normális az ilyen. Nagyon fúj a szél. Mi? Honnan nem értek már? Nem fogok arra tettem. Ez a hülye bement a másik kapun. Nem mondták. Ez a hülye bement a másik kapun. Ezt ott döngeti az ajtót. Engedjenek be! Gyere átcirkuszolni! Kértem valamit! Na! Kapcsolod ehhez! Fasz van a hangás! Neki a baja már! Ha ott állnak már, ott rögnek rajtad! Mert láttak! Ez hogy a geci bekapcsolódok! Fasz, neki a baja már! Fasz a szádba! A fasz a te szádba! Hát szabni se tudsz! Na! Azt ez hogy kapcsolódok! Azt te honnan tudod? Honnét! Kedves barátaid, elmondták, onnét! Na de van mobilleted, mit akarsz kapcsolódni? Ahhoz nem tudsz kapcsolódni. Mert az egy nyomtató. Nyomtatóhoz hogy kapcsolódnál? Wi-Fi-n. Mit törölted ki? Mert az egy nyomtató. Nyomtatóhoz nem tudsz kapcsolódni, Wi-Fi-n. De azt írta, hogy nyílt Wi-Fi hálózat, akkor ez mindenki... De nyomtató ott van... De milyen nyomtatóról beszélsz te? Milyen nyomtató? Lófaszról! Na jó, akkor menjünk a picsába. Miről beszélsz? Nyílt wifi hálózat mit jelent? Hogy valahonnan csak van wifi, nem? Te hülye gyerek, az egy nyomtató. Nyomtató. A nyílt wifi hálózat nyilván nyomtató. Még ilyet sem hallottam. Ugyanez van, amikor megyünk az Octagonhoz, a 4-es-6-oson és kiírja. Nyílt wifi hálózat kapcsolódhat. Csöndbe legyél már, és mennyi oda, mennyi oda. Na, mennyi oda.
sziasztok, megyek, mert tényleg nagyon szar az idő. Majd folytatjuk. Hát ja, Józsefem. Na, puszi! Csó.